Intimitás, beszélgetés, jó hangulat. Ezekkel a hívószavakkal csábítja a közönséget rendhagyó előadására a Rózsabors műhely. Bár a próba még itt a megszokott közegben zajlik, a zenekar a következő koncertjét egy magánház nappaliában tartja. Itt tudnak kérdezni esetleg arról, hogyan születnek a dalok, esetleg egy-két verset fel is tudunk olvasni, akár közösen megtanulni magát a verset, illetve tudnak reflektálni arra, hogy milyen dallam, milyen hangulat kapcsolódott zeneileg a vershez, hogy egyáltalán jó irányba indultunk el. A program helyszíne ez a Szombathelyi Családi Ház lesz. A tágas térbe meghitt hangulatot varázsolnak majd a zenészek, és ide érkeznek a családtagok, barátok, de várnak minden vers szerető érdeklődőt. Marietta, a házigazda, a költészet iránt rajongó férje emlékének ajánlja a koncertet. Nekem nagyon tetszett, hogy maga az ötlet, hogy összejön egy társaság, nem mindenféle társaság, hanem aki szereti ezt a műfajt. És akkor később ebbe lehet vinni egy kis prózát, tehet színesíteni, vagy vendégeket hívni még hozzá, és én úgy gondolom, hogy ilyen kisebb közösségben egy kicsit bensőségesebb. A koncerten Tóth Árpád Ferenc megzenésített versei hangzanak majd el, a Hajszálrepedések és a Végtelen Fragmentuma című kötetből, valamint a Dőzsöl az égen a hold című kiadványból, melyben nem csak verseket, hanem kottákat is talál az olvasó. Azt szeretem volna mind a három kötettel, illetve ezzel az egész akcióval, ha mutatom ezt, hogy megmutassam, vagy bizonyítsam, hogy a vers a 21. századnak a műfaja, úgy gondolom. Rövid, tömör. A Magyar Költészet napja előtt tisztelgő első szombathelyi lakáskoncert április 6-án lesz. Várják az érdeklődőket, a belépés díjtalan.